Sziasztok, könyvmajok! Ez itt a Borító alatt csatorna. Ahogy ígértem, Margaret Mazzantini Ne mozdulj című könyvéről beszélek egy kicsit hosszabban, spoileresen. De addig is, mielőtt még a spoilerhez jutnánk, beszéljünk egy kicsit az írónőről. Ő egy 8 kötettel rendelkező írónő. 2013-ban jelent meg az utolsó regénye, amit még mindig nem fordítottak le magyarra, illetve tulajdonképpen a 8-ból összesen 2-t fordítottak magyarra, ez az Újjászületés és a Ne mozdulj. Az Újjászületést 2008-ban írta, 2001-es pedig a Ne mozdulj. Az Újjászületést még nem olvastam, viszont kíváncsi vagyok rá, mert nagyon sokan szeretik, és érdekelne, hogy ez most csak egy hype körülötte, vagy ténylegesen ennyire jó regény. Minden esetre a Ne mozdulj-hoz, hogyha hasonlít, hát akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény, mert ezzel a könyvvel azért nekem voltak problémáim. Minden esetre arra kíváncsi lennék, hogy a magyar fordítás kevésségének mi az oka, tehát ezért 8 regényből csak 2 van magyarra fordítva, ez vajon a fordítók miatt van, hogy kevesen fordítanak olaszból, vagy egész egyszerűen itthon kevésbé népszerű az írónő? Nem is tudom, de érdekelne amúgy, hogy ennek mi lehet az oka, hiszen azért alapvetően termel az írónő, vagy legalábbis termelt 13-ig. Ha bárki tudja, kommentben szívesen várom egyébként erre a választ. És akkor térjünk át a címadásra, hogy Ne mozdulj. Ez a mondat nagyon sokszor elhangzik a regényben, nagyon sok szituációban hangzik el. Beszél így a főszereplőnk a lányához, beszél így a női karakterekhez is, szóval ez sokszor előjön, ez a címadás, és ritkán tapasztalok olyat, hogy ennyire sok köze van a címnek a sztorihoz. Én azt gondolom, hogy tök jól eltalálta az írónő, abszolút van relevanciája a történettel, van átkötés benne, szóval ez a címadás én úgy gondolom, hogy teljesen jó volt, főleg, hogy az alapot azt szerintem mindenki tudja, hogy arról szól, hogy van egy sebészorvosunk, akinek a lánya balesetet szenved, és éppen műtik, ami alatt Timoteo, a főszereplő, elmesél egy történetet. Nagyjából úgy zajlik ez, mintha a lányának mesélni ezt az egészet, nagyon sokszor ki is szól hozzá, nagyon sokszor neki intéz bizonyos mondatokat és gondolatokat, és közben milliószor elmondja, hogy de te csak ne mozdulj, te csak vigyázz magadra, illetve hagyd, hogy az orvosok megoldják a dolgokat. Szóval Timoteo mesél, és ebből kikerekedik egy elég furcsa, elég érdekes szerelmi történet, amire tényleg csak a furcsa jelzőt tudom a leginkább használni. Teljesen váratlan számomra az, hogy ez egy szerelem lesz, teljesen váratlan, hogy hogy éli meg a főhősünk ezt az egész kalandot, ezt az egész történetet. Nagyon érdekes és nagyon realisztikus az az ábrázolásmód, amit az írónő használ. Azt gondolom, hogy itt a bevezetésben én a történetet nem is boncolgatnám, mert ezt nem tudom spoilermentesen elmondani, de még itt vannak a szereplőink, itt van Itália, itt van Timoteo és a felesége, itt van Angela, szóval azért az ő karaktereik is megérnek egy misét. Mindenki képvisel valamit, ott van a mély szegénységben élő, vagy lecsúszott, vagy mondhatjuk bárhogy, minden esetre a társadalom perifériáján élő személy, ott van az elismert orvos, aki azért egy komolyabb társadalmi pozíciót foglal el, feleségestül, illetve ott van a gyermeki én is, aki még bárki lehet, aki előtt ott áll minden, annak ellenére, hogy most éppen van egy balesete, de ezek érdekesek, ezek a külön-külön szétboncolgatott karakterek, erre is lehet, hogy még érdemes lenne egy pár szót fordítani a spoileres kibeszélő részben is. És szerintem egyébként itt el is kezdem ezt a spoileres történetet, mert elmondom, hogy miért nem tetszett. Nagyon nem tetszett az alapsztori. Szóval képzeljük el a szituációt, hogy a lányunk
élet-halál között küzd, alapvetően rettegünk attól, hogy most belehal-e a sérüléseibe, eközben az jut eszünkbe, hogy nekünk volt valaha egy szerelmünk. Értem, a végére megértettem az összehasonlítás alapját, és valahol megvolt ez a kapcsolódási pont, de engem az elején, illetve hát majdnem a legvégéig, engem ez teljesen felháborított. A lánya életéért küzdenek odabent, ő meg egy szerelméről mesél, ami egyébként úgy indult, hogy nem is feltétlenül lesz ebből szerelem, hanem ez csak egy kaland, egy egész egyszerű megcsalás, amiről tulajdonképpen mesél ez a pasi. Nekem ez így nagyon visszás volt, és tényleg nem tudtam rendbe rakni ezt az érzelmet magamban, miközben olvastam a könyvet, és ez okozza azt, hogy engem ez borzasztóan unszimpatikus volt. És nem arról van szó, hogy én most szeretem-e a karaktereket vagy sem, mert Itáliában nagyon sok pozitívumot felfedeztem, és annak ellenére, hogy ő is egy nagyon-nagyon furcsa karakter, őt el tudtam fogadni. Nem arról van szó, hogy tudtam vele azonosulni, mert azért ez túlzás lenne, de legalább bele tudtam helyezni magam az ő helyzetébe, vagy az ő életébe. Míg Timoteót igazából se sajnálni nem tudtam, se aggódni nem tudtam érte semmit. De persze nem is kell mindenáron szeretnem a főhőst, meg izgulnom érte, mondjuk szerintem nem hátrány, hogyha tudunk izgulni a karakterekért, akikről olvasunk. Ebben a történetben maximum Angeláért, Timoteó lányáért aggódtam, hogy vajon életben marad-e, és azért azt tegyük hozzá, hogy a végére, nekem legalábbis, ez nem volt egyértelmű. Hogy most akkor ő megmarad, vagy sem. Mert oké, sikerült a műtét, de ugye ebből bármi lehet, mert Timoteó visszaemlékezéséből is láttuk, hogy attól, hogy egy műtét sikerült, vagy valami rendben van, az nem jelenti azt, hogy hosszú távon is ez így marad. Szóval egy kicsit aggasztó nekem a vége, egy picit nyitottra sikerült, de mindegy, ezzel is még tudok élni. Nekem tényleg alapvetően ennyi a problémám, hogy a pasi elmeséli képzeletben a lányának, hogy hogy csalta meg az anyját. Nekem ez szürreális, én ezzel nem tudok mit kezdeni, egyszerűen képtelen vagyok elképzelni azt a szituációt, amikor ez velem megtörténhet, akár szülőként, akár gyerekként. Szerintem ez totál abszurd. És emiatt így nem tudtam belehelyezkedni ebbe a sztoriba, ettől függetlenül végigolvastam, mert az a fajta kíváncsiság megvolt, hogy tényleg hova kerekedik ki a sztori, illetve ami viszont tetszett a könyvben, az az, hogy gyönyörű szépen ír az írónő. Annyira jó mondatokat tudtam megjegyezni belőle, illetve kijegyzetelni belőle. Nagyon sok helyen volt behajtva ez a könyv. Mondjuk ilyet is már régen olvastam, hogy ennyire sokat jegyzeteljek belőle. Mert ugyan nem feltétlenül életigenlő ez a könyv, és nem feltétlenül ilyen totál happy az egész, mégis egy csomó életbölcsesség van benne, akár a szerelemmel kapcsolatosan, akár a halállal, akár csak a gyerekkorra visszamenőleg is. Van egy nagyon szép gondolata, hogy kell, hogy legyen egy általános iskola, hova vissza tudunk menni felnőttként, mert így végig látjuk az életünk folyamát. Nyilván sokkal szebben írta le az írónő, de nagyjából ez volt a lényeg, és nagyon szép képeket használt, és nagyon megragadtak ezek a dolgok engem, úgyhogy ez mondjuk elvitt, hogy azért csak végigolvassam, viszont ha nem írt volna ennyire gyönyörűen, akkor biztos, hogy leteszem. Mert egész egyszerűen nem fogott meg. Ahhoz képest, hogy 300 oldal, ahhoz képest több mint 10 napig olvastam ezt a könyvet, engem ilyen szinten nem tudott magával ragadni. Ettől függetlenül, akinek ezek egyébként bejönnek, meg alapvetően ez a szerelmet feltáró történet folyam, akinek ez tetszik, annak ez biztosan fog is. Illetve az is jó volt benne, hogy tényleg mennyire realisztikus, mennyire érzékletes az összes leírása. Nagyon tűpontos volt. Éreztem az illatokat, láttam magam előtt, hallottam a hangokat, tényleg minden megvolt igazából. Mindent elém tárt az írónő, ami az ő képzeletében volt, és működött ez a dolog.
Úgyhogy tényleg az írásmódra abszolút nem lehet semmiféle panaszom. Alapvetően, mint mű, semmi baj nem lenne vele. Tényleg nagyon sokan feldolgozták már ezt a történetet, ezt az egyfajta szerelmi háromszöget, illetve magát, ezt a megcsalás témát, és nagyon sokan szeretik, és én teljesen megértem ezt a témaválasztást, csak megmondom őszintén, nekem ez most már kezd sok lenni, hogy ha olasz írótól olvasok, akkor abban szenvedés van, hogy abban valamilyen módon, általában a nők szenvednek egyébként, de hogy valami fajta ilyen negatív hullám van az olasz könyvek körül, és kezdem rosszul érezni magam tőle. Annak ellenére, hogy például Elena Ferrantét nagyon szeretem, mert tényleg ugyanez a tűpontos realizmus, amit ő képvisel, ez kifejezetten jó tud lenni, de neki is van olyan regénye, amit félbehagytam, mert egész egyszerűen annyira sok volt, annyira vulgáris volt már, túltolta ezt a realitás dolgot. Mazzantiniben az volt a jó, hogy ezt mind szépen kezelte, és tök jól tálalta, ha lehet ezt így mondani, erre a történetre. Minden esetre tényleg szép, és teljesen rendben van a történet annak, aki az ilyesmit kedveli. Én nagyon nem szeretem a hasonló dolgokat, tehát hogyha ez most nem lett volna egy havi könyves kihívás, akkor biztos, hogy nem olvasom végig. Amiről viszont még érdemes beszélni, az a borító, ugyanis a Libertin kiadó kiadott egy plusz borítót a könyvhöz, illetve az új borítóval lehetett megvenni ezt a könyvet. Én nézegettem az eredeti borítót is, sőt az ezelőtti magyar borítót is megnéztem, hogy milyen volt. Azt abszolút nem értettem, mert egy ilyen sikátoros, lépcsős, sötét valami, amit látunk a borítón, és nem éreztem azt, hogy ennek van nagy köze a történethez. Talán a sikátort még értem, hogy valahogy arrafele találkoztak Timoteo és Itália, de nekem ez így nem volt teljesen egyértelmű. Borító alapján biztos, hogy azt a verziót nem vettem volna meg. Ezt a másodikat, amivel most árulják, ezt azért nem feltétlenül vettem volna meg, mert konkrétan a kellős közepén van egy nő. És ez nem feltétlenül a legkecsegtetőbb a számomra. És ezt is értem valahol, hiszen Itáliáról szól, illetve én az elején egyébként azt hittem, hogy ez a lánya lesz, és az ő arca, utána jöttem rá, hogy szerintem ez Itália. Mert ő volt akkora hatással a főhősünkre, ő volt annyira élénk szereplője ennek az egésznek, és tulajdonképpen vele kezdődik Timoteónak a történetmesélése, hogy egyre biztosabb vagyok benne, hogy ez Itália. És akkor van a harmadik verzió, a libertines, ott pedig igazából Timoteo van a két női szimbolikus karakterrel az oldalán, a két oldalán. És valahol ezt is teljesen értem, és nagyon szép lett a borító, de megmondom őszintén, én emiatt nem gondolom, hogy inkább akartam volna azt megvenni, hiszen végül amúgy is a régebbi verzió mellett döntöttem. Nem feltétlenül gondolom, hogy annyira rossz, vagy annyira elképzelhetetlen emellett a sztori. Ettől függetlenül gyönyörű lett a libertines is, tényleg egy szavam nem lehet, és abszolút értem a koncepciót, teljesen érthető, főleg ha végigolvassuk, nagyon-nagyon jó volt az is. Akkor még a szereplőkre térjünk vissza egy kicsit, ha már itt tartunk, hogy ki van a borítón. Ugye mondtam Itáliát, annak ellenére, hogy Timoteo mesél, mégis úgy éreztem, hogy ő az igazi főszereplő, mert róla tudunk meg nagyon sokat, persze ezáltal, hogy róla tudunk meg, illetve az egész kapcsolatuk által Timoteóról is nagyon sok mindent megtudunk, de Itáliát éreztem a nagyon erős karakternek. Annak ellenére megint csak, hogy ott van a feleség, akinek már nem emlékszem a nevére sem, szóval ennyire jelentéktelen, pedig gazdag, szép, elbűvölő, előkelő, tehát ő lenne az, aki megragadja az embernek a fantáziáját, az emlékeit, stb. És ennek ellenére mégis Itálián volt ugye a hangsúly, nyilván szánt szándékkal, de hogy ez nagyon át is jött, hogy bárhol áll a társadalmi ranglétrán ez a nőci, mégis volt benne valami,
amit végül is Timó sem értett, mert ott állt és értetlenkedett, hogy nem is érte, hogy mi vonzotta ide megint, hiszen büdös van, rendetlenség van, furcsa az egész környék, nem is értett semmit, és mégis visszament, és sokszor visszament. Ez annyira jól kifejezte azt, hogy nem kell gazdagnak lennünk, és nem kell a legszebbnek lennünk ahhoz, hogy tudjunk értéket adni a másiknak. Nekem ez nagyon tetszett, nekem ez az oldal, igen, ez bejött. És egyébként annak ellenére, hogy én azt gondoltam Itáliáról, hogy mennyire gyenge jellem, igazából mégiscsak egy borzasztóan erős nő, hiszen annak ellenére élte az életét, és elboldogult egyedül, hogy milyen bántalmazó szülő-gyerek viszonyban élt, hogy soha nem volt könnyű az élete, ő mégis talpon tudott maradni, és küzdött azért, hogy ő fönn tudja tartani saját magát, és hogy ne függjön senkitől. És tényleg ehhez kellett egy pár nap, amíg ezt átgondoltam, hogy ő az igazi nő. Még azzal együtt is, hogy teherbe esett Timoteótól, és utána elvetette a gyereket, ezzel együtt kifejezetten, mert még ezt is meglépte, átlátta, jól látta valószínűleg, hiszen Timoteó előtte elmondta, hogy nem fogja elhagyni a feleségét, mármint saját magának vallotta be, hogy nem fogja elhagyni a feleségét, hiszen ő is teherbe esett. Tehát innentől olyan totál patthelyzetet csinált magának, ami miatt egyébként még mindig nem tudom sajnálni, viszont Itáliának megvolt az a realitása, hogy pontosan látta, hogy nem fogja őket választani. Bármennyire szeretheti, bármennyire mondhatják egymásnak, hogy szeretik egymást, és szerelmesek, és bármi, ez nem fog menni. És nem azt mondom, hogy mindig happy ennek kell lennie, mert nyilván nem ilyen az élet, és pont ezért tetszett az, hogy ennyire realisztikusan látja Itália a világot. Hogy próbál szeretni, megadja az esélyt, még ha furán indul akkor is, megadja az esélyt, működik is egy bizonyos szinten, de csak egy bizonyos szinten, és ez nem a nyilvánosság, és ez nem a nagyvilág elé tárt szerelem. Én alapvetően amúgy nagyon nem vagyok elnéző ezekkel a megcsalásos szituációkkal. Én nem tudok ezzel mit kezdeni, ezt nem tudom támogatni, nem tudok együtt érezni. Itália oldaláról még csak-csak, de Timoteóval például egyáltalán nem. Én nagyon kíváncsi lettem volna egy olyan végkifejletre, amikor a felesége rájön arra, hogy Timoteónak viszonya van, és gyerek is van a témában, és stb. Stb. Én megnéztem volna egy olyan forgatókönyvet, hogy abból mi sül ki, bár talán így még valóságosabb ez az egész, hogy nem kellett eljutni a szembesítésig, mert lássuk be, akár férfiak, akár nők vagyunk, így szoktunk cselekedni. Nem vállaljuk fel a dolgokat, tök mindegy, hogy miért csaltuk meg a másikat, nem vállaljuk be, csak elsunnyogjuk. És hogyha sikerül kilépni a kalandos kapcsolatból, akkor aztán egész életen át képesek vagyunk ezt elsunnyogni. Szóval szerintem teljesen jó tükröt mutat az ilyen embereknek ez a regény, és én értem valahol, és tényleg azt mondom, hogy ez totál a valóságnak megfelelő, de nagyon sajnálom, hogy Itáliának így lett vége. Nagyon sajnálom, hogy ez lett az egész sztorinak a legvége, hogy végül csak meghalt. És nem kapta meg legalább azt a fajta boldogságot, hogy ő szabadon élhessen és mehessen és lehessen boldog, még ha Timó nélkül akkor is, nem kapott esélyt rá, mert megölte az írónő. Na, hát lássuk be, ez történt. Szóval nekem ez furcsa volt, én nem feltétlenül így dolgoztam volna ki a végét. Én biztos, hogy engedtem volna őt szabadon. Timoteót meg a lelkiismerete majd oda rakja, ahova kell. Mondjuk lehet, hogy így még rosszabb, hogy meghalt, és sose tudott igazán boldog lenni, vagy sose tudta maga Timoteó boldoggá tenni őt. Nem tudom, hogy melyik a jobb verzió, mert így egy életen át ostorozod magad, mert te életben maradtál, míg ő nem. Ha meg elment volna, akkor valószínűleg egy idő után elfelejtette volna. Hát ez érdekes kérdés, azért lássuk be, ebben nem tudunk igazságot tenni, hogy melyik a rosszabb büntetés, vagy jobb büntetés, ha van erre ilyen szó. Minden esetre
Timoteo karakteréhez még azt azért hozzátenném, hogy mennyire gerinctelen. Hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetből indul, értem a megfáradtságot, mindent. Bele lehet persze fáradni egy kapcsolatba, elképzelhető, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy szerettük volna, vagy ahogy elképzeltük, vagy ellaposodott, vagy mondhatunk bármit igazából, ezek szerintem mind kifogások. Én nem gondolom, hogy ez bármiféle módon is megoldást jelent, hogy fenntartunk egy nem létező kapcsolatot, egy olyan mellett, amiben jól érezzük magunkat, de szintén nem létezhet. Egyik sem valóságos igazából, és talán ez a legszörnyűbb ebben, hogy igazán egyikben sem tudjuk jól érezni magunkat. Azért elgondolkodtató tényleg ez a regény. Szóval megéri elolvasni, nem mondom, hogy nem. Az én lelkemnek ez kevésbé volt való, mert elég brutálisan van ábrázolva igazából az ő első együttlétük is, mármint Timoteo és Itália első együttlétei is. Nagyon élesen vannak ábrázolva fájdalmas pillanatok is, és valahogy nekem ez az Angelás szál is kicsit erős volt. Nálam ez a felütés, ez abszolút elvitte az egészet. De mondom, ettől függetlenül azok a gondolatok, amik benne vannak a regényben, azok érdekesek, elgondolkodtatók és tanulságosak. És tényleg napokkal később is még felmerül egy-egy új gondolat ezzel kapcsolatban. Érdemes erről beszélni, érdemes ezt megvitatni. Talán egy kicsit más köntösben én is szívesebben olvastam volna, vagy más hangulati állapotban. Ettől függetlenül az újjászületést például szeretném elolvasni. Kifejezetten kíváncsi vagyok rá, ha más nem a stílus miatt, hogy ez mióta az övé, és hogy tud-e annyi érdekességet és tanulságot felvonultatni, mint ez a könyv. Jó eséllyel igen, én ezt hallottam mindenütt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra is. Mindenképp beszámolok róla, hogyha sikerül elolvasnom. Konklúzióként egyébként annyit vonnék le ebből, hogy kell hozzá egy lélekállapot, kell hozzá egy tudatos szint, hogy megértsük, elfogadjuk, és akár szeressük ezt a regényt. Nálam ezek most annyira nem működtek együtt, nem rezegtem együtt a könyvvel, de ez nem jelenti azt, hogy ez egy rossz könyv, ez azt jelenti, hogy nekem szubjektív véleményben nem tetszett. Ettől függetlenül sok tanulság van benne, és azért azt gondolom, hogy érdemes lehet elolvasni és végigvinni ezt a történetet. Próbáljátok meg, olvassátok el, aztán vitassuk meg, ha gondoljátok, kommenteljetek odalent, illetve hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha több mindenre is kíváncsiak vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és én nem sokára hozom a következő könyvet és ajánlót. Addig is legyetek jók, olvassatok sokat, sziasztok!